Amit viszont érdemes átnézni ilyenkor, hogy mi az, amit esetleg le lehet hagyni a fotóról. Ugye a fotóról, festésnél, rajzolásnál mindig megvan az, hogy vannak olyan elemek rajta, amik nem biztos, hogy jól mutatnak egy festményen, vagy nem akarod belerakni. Jó, erről a fotóról a következőket szeretném lehagyni, illetve változtatni rajta. Az egyik, hogy ha ilyen nagyon messzi, nagyon apró dolgok vannak, mint például itt ezek a kis virágcserepek talán, alig látni a fotón is, tehát ezt rajzban nem biztos, hogy érdemes ezeket oda rakni, főleg azért, mert messze van, pici, apró, nem nagyon tesz hozzá a fotóhoz. Aztán azt is át lehet gondolni, hogy például egy ilyen vezetéket oda raksz-e a falra, vagy nem. Aztán azt is át lehet gondolni, hogy itt az ablakoknál, hogy mit választasz. Például itt kilóg ugye ez a napfényvédő ernyő a korláton kívülre, itt viszont ennél az ablaknál úgy van, hogy belül van csak lehúzva, itt pedig egyáltalán nincs is lehúzva, hát oda nem süt most ebben a napszakban a nap. Úgyhogy ezt is lehet változtatni, tehát lehet azt, hogy végig úgy csinálod meg, hogy nincsen rajta egyáltalán ilyen roló. De azt is lehet, hogy oké, itt van, ahol ott nagyon odasüt a nap, de nem lóg ki az erkélyen kívülre, vagy a korláton kívülre, hanem csak az ajtónkban belül. Tehát ezeket nyugodtan át lehet gondolni. Aztán, ami még nekem szemet szúr, az, hogy itt az ablakokon van rács, az alsó ablakokon. Hát én ezt valószínűleg nem fogom rárakni, attól egy kicsit barátságosabb lesz a képnek a hangulata. És még egy dolog, amit ilyen képeknél érdemes átgondolni általában, az, hogy ugye ezek régi épületek. Tehát az egész képnek lehet egy ilyen kis régies, romantikus hangulatot adni, abban viszont nem illenek bele a modern dolgok. Egyrészt ugye a vezeték például, másrészt pedig ennek a kis kőfalnak a teteje ugye le van betonozva. Hát nyilván azért, hogy ne omoljon le, de ezt nyugodtan a rajzban átalakíthatod, hogy nem beton tetőt rajzolsz erre a kis kőfalra, hanem az eredeti állapotát rajzolod vissza, azaz köves tetejűre, faragott köves tetejűre csinálod. Hát ehhez lehet ilyen ötleteket, mintákat venni itt az utca részletről például. És ugye itt van az, hogy a fotón egy redőny van, de ezt most kihagyom, úgyhogy oda is egy ablakot rajzolok. Vagy ugye, hogy ez az ablakon van, hogy ott van egy ilyen roló rajta. Mindjárt meglátjuk, hogy melyik fog jobban tetszeni. Amit most csinálok, az két dolog. Az egyik az, hogy még újabb rétegeket viszek fel a felületre, hogy ezek az apróbb kis foltok, amik még esetleg szabadon maradtak, azok is eltűnjenek, tehát hogy már ne látszódjon a papír, meg kezdjen el egy picit kenődni a kréta. A másik dolog pedig az, hogy azért ez egy apró mintás fal, tehát a téglák azok viszonylag apró, tehát mindig azt keresem, hogy hova lehet berakni egy pici kis foltot, ami megtöri azt, hogy ilyen nagyobb formák legyenek benne. És ilyen, ez egy nagyon pici mozdulat, egy kicsit odahúzod a krétát, akár egy ilyen mozdulattal, akár csak egy ilyen mozdulattal, hogy behúzol egy nem vonalat, de olyan vékony mintát, és akkor ha egy párszor így átmész rajta, akkor ez az apró mintás rész, ez magától ki fog alakulni, és nem kell azzal foglalkozni, hogy soronként megrajzold. No, hát ezt csinálom a továbbiakban, ezeket a kitöltéseket, illetve ezeket az apró mintás részeket bele. És akkor közben persze lehet játszani a színekkel, hogyha túl barna, akkor raksz bele okkert, hogyha túl szürke, akkor valami színesebbet, ha túl sok lett
az ilyen barnás-vörös, akkor meg beleraksz valami szürkét, vagy valami semlegesebb szint, tehát ezzel sokat lehet itt, nagyon sokat lehet játszani menet közben, pont azért, mert ugye sok rétegben visszük föl.